Augusztus 31-én 7+3 csapat gyűlt össze a Stílországos Fakitermelő Bajnokság egyik hagyományos népszerű helyszínén. Bükzsércen 7 gárda azért küzdött, hogy ott lehessen a szeptember 7-i országos döntőben. Bábolnára ugyanis a szokásoknak megfelelően 5 csapat kapott meghívást innen is. 3 gárda pedig gyakorolni érkezett Észak-Magyarországra, ami nem is sikerült rosszul. Olyannyira, hogy a gödöllői bajnok, a Pilisi Parkerdő, Valkói Erdészet gárdája a pontszámok alapján az első helyen végzett volna, míg a keszegi győztes, a tarjáni favágók a harmadikon. A bükzsérci versenyt hivatalosan végül a Máté Viktor, Lengyel Lajos, Kis Attila, Pankotai Zoltán összeállítású, az Észak-Erdő ZRT támogatásával indult Délbük 100+ csapat nyerte meg. Nem is akárhogyan. Mind a döntés, mind a kombinált darabolás tökéletes volt, míg a szerelésnél is a két leggyorsabb idő köthető Kis Attila nevéhez, egy 15 és egy 16 másodperces vezetőlemezfordítás. Mi készülünk a versenyekre, erre a versenyekre is készültünk, a héten is, múlt héten is, tehát mi azért készülünk, járunk le edzeni. Észak-Erdő támogatásával biztosítanak nekünk faanyagot, amit tudunk gyakorolni, és maximálisan teszik magunkat. Most is, és a jövő héten is. A főrészes versenyszámok jó idők mentek, illetve újra nullás volt a döntés, a kombinált is. Szerelés is a legjobb lett, mint általában legtöbbször. Még a csapatversenyt kell gyakorolnunk, még van rá egy hetünk. Hát az országos döntőn szeretnénk visszakerülni a dobogóra, annak is a legfelső fokára. Kiváló versenyzéssel lett második a Túri József, ifjabb Túri József, Túri József Mátyás és Szamkó Károly összeállítású Túri fakitermelés csapat a Bükzsércen, ami nem volt nagy meglepetés, hiszen az Erdőn is együtt dolgozó gárda nem először volt dobogós a régiós versenyen. Az első fordulónk az időben sokkal jobb lett, ott hibapontunk lett több, ott a döntés rosszabb lett. Viszont a kombinált darabolás az jobb. A második fordulóban a fánk is sokkal rosszabb volt, meg a kombinált darabolás is. A döntés ott jobban sikerült. Úgyhogy ha a kettőt össze tudjuk hozni, hogy minden jó sikerüljön, akkor meg lett volna az első hely. Hát így sajnos a második, de ennek is nagyon örülünk. Ugye mi így dolgozunk az Erdőn is, folyamatosan motorfűrésszel dolgozunk, tehát az a gyakorlat, a napi rutin, az megvan. Hát az országos döntőn a legjobb 10, abba bízok, hogy abba sikerül beférni. Nagyon sok jó csapat van, bízunk a legjobba. 2024-ben Kmet Szabolcs, Hudák Péter, Jacenko Krisztián és Lukács Zsolt András, tehát az Észak-Erdő Encsi Tűz csapata lett a harmadik. Az első körbe teljesen elrontottuk. Olyan fárt kaptunk igazából, hogy nem nagyon boldogultunk vele. A vágási eredmények teljesen jók voltak, szóval minden stimmelt, minden vágás. A döntésnél, a kombinált vágásnál viszont a fát nehezen hasítottuk, és ezáltal az időnk elment. A második körben most javítottunk valamit, de ott már voltak hibák. Szerettünk volna mindenféleképp az első háromban lenni most itt. A jövő hétre meg úgy beszéltünk meg a fiúkkal, hogy össze kellene ülni, és akkor átbeszélni az egészet, hogy még felkészültebben tudjunk menni, hogy ne kelljen állandóan számolgatni, hogy itt rontottunk, ott rontottunk, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hogy valakit megelőzünk, hanem egy az egyben meg kell csinálni a feladatot, és akkor jól kell csinálni. Szóval rá kell készülnünk, még jobban. A bábolnai döntőben találkozhatunk még Bükzsércről, a Vidrócki fanyűvői csapattal és a Stílus Team felsőtárkányi erdészet négyesével is, hiszen a negyedik és ötödik helyet ők szerezték meg. A bükzsérci versenyen a közönség egyik kedvence a Cuhai Farágok csapata volt. Nem véletlen, hiszen a csapatkapitány Bitman Kata, aki az idei sorozatban a második női sportfavágó, a már évek óta versenyző Veres Boglárka mellett. A döntőben azonban nem láthatjuk majd a német márkkal Peng Mártonnal, Komenda Istvánnal felálló négyest, mert a hatodik helyen zártak. Én eredetileg erdésztechnikusként végeztem idén, és idén kezdtem az erdőmérnöki Sopronban, és nekem igazándiból már innen ered az, hogy mindig szerettem az erdőt és a fával foglalkozni, és mindig érdekelt a fakitermelés réte is. Mondtam azt, hogy akkor megpróbálom magamat ebben az egészben, és azt kell mondom, hogy nagyon megszerettem, és hála Istennek a csapat, akik együtt
jöttünk. Ők is nagyon szeretik ezt az egészet csinálni. A másik fűrészesünk Komenda István, a két hasítónk, a Peng Márton, aki még hosztoló is volt, Bakony-Szentlászlói Bakonyerdőnél dolgozik erdészként, és a német Márk, aki szintén a Bakonyerdőnél dolgozik, velük jöttem. Nőként nehezebb valamilyen szinten egy ilyen férfi versenyben, de ha az ember fölfújja magát, akkor azért meg tud próbálni helytállni. Szeptember 7-én tehát országos döntő, ahol 32 csapat méri össze tudását a bábolnai gazdanapokon. A mezőny már teljes, és az biztos, hogy izgalmakban, komoly összecsapásokban nem lesz hiány. Egy héttel később pedig Mátraházán a magyar Steel Timber Sports mezőny is berántja a motorfűrészeket, hiszen jön a nemzeti bajnokság, ahol kiderül, hogyan áll össze a válogatott az őszi franciaországi világbajnokságra.